18. fejezet. A szökevények. A cella a hajó rakódó terében sötét volt, és olyan szűk, hogy szinte nem lehetett lefeküdni benne. Julia megkísérelte erőszakkal kifeszíteni az ajtót, megpróbált segítséget hívni, de nem járt sikerrel. Egyetlen egyszer hallotta, hogy valahol a hajó gyomrában különös parancsokat osztogat valaki. Váratlanul eszébe jutott, hogy nála van Maurice Moreau füzete. Előhúzta a zsebéből, és sebesen lapozni kezdte. Hozzáérintette az ujját az üres oldalakhoz, ám mivel egyik barátja sem válaszolt, csalódott súhajjal becsukta a füzetet. Az idő idegtépő lassúsággal haladt. Julia nem tudta volna még mondani, mi óta raboskodik a cellában. Egy idő után kimerülten, rettegve összekuporodott az egyik sarokban, fejét a térdére támasztotta, és elaludt. Egyszer csak fáradtlanul fölriadt. Úgy tűnt, mintha egy női hang szólította volna. Fölállt egy darabig, mivel azt hitte, hogy csak álom volt az egész. Ekkor azonban ismét hallotta a hangot. Bent vagy, kislány? Julia felpattant, és a cella ajtajához simult. Igen, kiáltotta. Itt vagyok, te ki vagy? Jó, barát. A hang furcsa mód ismerősnek tűnt, bár Julia nem tudta volna megmondani, hogy hol hallotta korábban. Ekkor hirtelen felvillant emlében Spencer háta mögött álló csuklyás alakképe, akit legtávcsövén keresztül láttak. A mérgező legénységhez tartozol? Pálgatott. Igen. Ki tudsz engedni? Kérdezte ezeklő hangon. Nem, felte az idegen. Na akkor mit keresel itt? Csak tudni akartam, hogy jól vagy-e. Julia kis jelenre nevette magát. Fogja ejtett egy őrült, és behajtott ebbe a cellába. Mit gondolsz, hogy vagyok? Spencer kapitány nem őrült. Nem? Akkor csak véletlenül döntött a romba a falumat? Kérdezte gúnyosan Julia. Nem jobban a tiéd a fez a falu, mint amennyire az övé. Az ajtó túlsó oldaláról hallatszó hang alig érzékelhetően megvetővé vált. Mit tudsz erről? Julia hallotta, hogy a titokzatos beszélgető társa az ajtónak támaszkodik. Mesélj nekem egy etsmást az életéről, mi alatt együtt hajóztunk. Most már értem. Ezek szerint te hoztad őt ide. Az ajtó túlsó felén csend lett. Julia megpróbált valami rést találni az ajtón, egyetlen kis repedést, amin keresztül megláthatta volna, hogy kivel beszél, de nem járt sikerre. Spencer kapitány nehezte a múrcsaládra, hangzott fel az újra az ismerős hang, és nem ül az egyetlen, hidd el nekem. Nehezte? Julia felidézte magában a rettenetet, amit nem régiben átért. De azt mondani erre, hogy nehezte, és határozottan egy kifejezés. A múrok erre volták a lányát. Nem úrok, micsoda? Kiáltotta Julia, akit váratlanul ért ez a kijelentés. Miről beszélsz? Az 1800-as évek végén történt. A Mérikrén megtámadott egy teherhajót, kezdte a rejtélyes hang. A támadás végeztével a kapitány észrevette, hogy a fedélzeten egy kislány rejtőzik. Julia összerezzent. Éppen előző nap talált rá a villargóbánykönyvre, amelyben egy nagyon hasonló történetet olvasott. Volt egy kételbocosról volt szó, amelynek legénysége titokzatos módon nyomtalanul eltűnt. Lehetséges, hogy ugyanarról a hajóról van szó. A hang a túlsó oldalán, az ajtó túlsó oldalán folytatta. Spencer vészonos kalózra ezt a kislányt, képtelen volt megölni, vagy sorsára hagyni a tengeren. Így aztán magával vitte a szigetére, ahol úgy nevelte, mintha a saját lánya lenne. A kislányban nagy lány lett, majd fiatal nő. Sofiának hívták. Sofia Matilda Briggs, emlékezett vissza Julia. Mi volt az a kislány, aki eltűnt a mennyei Máriáról, igen, innevezték azt a hajót. Spencer mindent elmesélt neki magáról, és meg akarta tenni az örökösének. Azt beszélik, hogy Sofia nagyon szép és nagyon okos volt. Híres kalózba hat otthona belőle. Egyik útjuk során azonban... Mi történt? Kikötöttek Londonban a Temzén. Az évek alatt Sofia megszökött a Mérigreiről. Elrejtőzött a városban, és eltöntette a nyomait. De mi közük van ehhez a múroknak? Kérdezte értetlenül Julia. Az ajtó túlsó oldalán álló nő miért suhajtott, majd így folytatta. Londonban a múrok nyújtottak nyeredéket neki. Julia az ajkába harapott, úgy várta, hogy hogyan folytatódik a történet. Ehelyett azonban azt hallotta, a titokzatos beszélgető társa váratlanul felpattan. Mennem kell, kezdett a úrom. Senkinek se ellen is, hogy itt jártam. Várj, próbálta tartóztatni Julia. Mi történt utána? A hajó himbálózni kezdett, és ő elveszítette az egyensúlyát. Amint újból az ajtóhoz simult, már csak beszélgető társa távolodó léteit hallotta. Ezt követően kiáltások hangzottak fel a fedélzeten. A majmokra hangáltak, és lámáztak, Spencer kapitány zsizmájának sárka kopogott a fedélzeten. Hallotta, hogy a kalóz parancsokat osztogat, de nem értette, hogy miféléket. Arra gondolatra, hogy még ki tudja, meddig itt kell kuksolni bezárva, titkozódni kezdett, és belerúgott a cellajtóba. A fenére. Lenni a meglepetésére az ajtó nyikodult egyetésre, és nyíre kinyílt. A titokzatos nő hazudott. Az autó sebesen szágodott az autópályán, csak úgy falta a kilométereket, nyilván a két másik képkocsival már rá is hagyták Londont. A helyzet úgy áll, uraim, fordult például az első üléseket felfoglaló forvízi vérekhez,
hogy még jó néhány részlet hiányzik, ami teljesebbé tehetné a képet. Rajta Bloom a londoni klubháznagya mellett ült, egészen belesüppett a gyújtogatók autójának vihepuha hátsó ülésébe, s államtól fátyoló szemmel bámult a pirét. Ismét attól a hatalmasat ásított. Nem tudta kialudni magát, csupán néhány óra telt a Fronnel néni pincében található titkosszobában tett kitetetlen felfedezésük óta. A fekete vitorlák, amelyek gondosan összehajtogatva, itt utaztak velük a csomagtartóban. Bátorság Piré, minden mire jöttél rá, biztatta az öreget újabb ásítás kísérletében. A lányzónak igazó van, mondd csak el bátran, visszhangozta a gondőr. Jól értsen meg, tényeket kívánok. Az életben csupán tényekre van szükség, idézte a szőke. Már csak, ezt Dr. Van Helsing mondja, Stoker Draklogról válogatott rendettei című művében. Tévedés, ez Charles Dickens, hogy iradott elkerülendően szőke. Fivére dühösen a szívvédőre csapott. Úgy látszik, tényleg fáradt vagyok. Máskülönben nem követtem volna el ilyen szarvas hibát. Anita és Pirés sokat mondó pillantást váltottak. Mondd el, mesélj el, kérlek, biztotta a házanyat a lány a szemét dörzsölgetve. Egy pillanatra maga elé képzelte, hogy a mit szólnak majd a szülei, ha ébredés után felfedezik, hogy megint eltűnt és nem hagyott más magyarázatképpen, csak a következő szűk szavú üzenetet. A kémolkavi barátaimmal vagyok, ne várjatok ebédre, puszi. Szinte hallotta, hogy veszekednek már egy mielőtt elindulnak, hogy tűvé tegyék érte fél Londont, és egész kom volt. Először is azt szeretném, és folytatta a Piré, ha mindenki előtt világos lenne, hogy használatba kellett tennem az irodáinkhoz való kulcsok biztonsági másolatait, máskülönben nem tudtam volna betekinteni Vojnics úr archívumába. Ezért arra kívánom önöket, mentsenek fel minden nemű felelősség alól, tekintve, hogy éppen önök voltak azok, akik felhatalmaztak, hogy bármilyen úton módon szerezzek információkat. Fel vagy mentve, kiáltotta a gendőr. Amennyiben doktor van is nehezményezni a dolgot, a felelősséget a volán mellő úriember vállalja magára. Miért éppen én fakadt ki a szőke és hirtelen lelassított. A gendőr aggodalmasan hátra pillantott a hátsó szélvédőn át. Nem ártana elkerülni, hogy belénk hagysa, nem? Uraim, vetettek ez a Piré. Arra kérem önöket, hogy vegyék komolyabban a dolgot, ha lehetséges. Ez számomra szakmai etikai kérdés. Természetesen, Piré, hogyan tudnád megnyugtatni? Írok egy nyilatkozatot, ami felment téged a felelősség alól, vetette fel tréfásan a gendőr. Pontosan erre gondoltam. Azzal a ház nagy buzgón előhúzott a négy réthajtott papírlapot, és a gyújtogató óra alá dugta. Mindössze egy aláírásra lenne szükségem, itt ezen a helyen, előre is köszönöm, közölte. És mielőtt még a másik bármilyen elvetés lehetett volna, a kezébe nyomott egy kék kólyos tollat. A gendőr, akit készületlenül ért a dolog, egy pillanatig havazott, majd kéletlenül aláírta a papírt anélkül, hogy elolvasta volna. A szőke elvigyorodott, Piré pedig mindent visszadugott a zsebébe. Ott tartottam, fogad be újba a mesélésbe a háznagy, hogy az általam ismertes, kikövetkeztetett feltételezett, és a szomban háznak minőségben hallott tényeket a következőképpen lehetne összefoglalni. A 1800-valahány szeptemberében megjelent egy a képzelő utazó klubjának van egy hölgy, aki a Briggs vezeték nevet viselte. A keresztneve azonban ekkor még nem Kirké volt, hanem Sophia. Sophia? Kérdezte kíváncsian Anita. Pontosan, a név ismeretében elhatároztam, hogy számítógépet fogok használni. Az imégyen összegyűjtött információkkal, mint az Enciklopédia Britannica segítségével megállapítottam, hogy egy bizonyos Sophia Briggs szerepelt a korabeli újságok hasábjain. Hogy fogadkozott a gondőr, aki még az ülésen is hátrafordult, hogy jobban halljon. A szóban forgó események előtt nagyjából 20 évvel az Azori szigetek partjainál átaláltak a Mennyei Mária nevű két hárbocosra legénység nélkül. Senki sem tudta, hogy mi történhetett, kitámadhatta meg őket. A hajónak egyik utolsó bejegyzése, 1872. november 7-én keletkezett, felsorolja a hajó utasait. A listán szerepe Benjamin Briggs, a kapitány, a felesége Sara és két esztendős kislányok Sophia neve is. Rikantott Anita. Ugyanaz a Sophia, akit engedélykért, hogy beérhessen a képzeldei utazó klubjába? Erre a következtetésre jutottam magam is, felt a Piré. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy a klubba való felvétele nem volt automatikus, csak bizonyos idő elteltével hagyták jóvá. Briggs kisasszonynak ugyanis semmiféle tapasztalata nem volt a képzeldei utazások terén, legalábbis úgy látszott. Várjon csak egy percet, szakított a férbe Anita, miközben elhúzta a hátizsákjába a Spencer kapitány kalandjai című sorozat 11. kötetét, amire szintén Moore házolag sorában akadtak rá. Vajon hogyan vált Sophia Briggsből Kirké de Briggs néven sikeres írónő? Miré vállalt vont? Okom van azt hinni, hogy ez egy fiatal illusztrátornak köszönhetően, aki akkoriban gyakran látogatta a képzeletbe utazó klubját. Maurice Moreau-ra gondolsz? Találgatott Anita, miután olvasta az illusztrátor nevét a kalandregény első napjain.
Pontosan. Utána néztem, és kiderült, hogy éppen Maurice Monroe úr volt az, aki bejutotta a kérvényt Briggs kisasszony felvételével kapcsolatban. Úgy vélem továbbá, hogy feltétlenül ő találta ki a kérkedő Briggs írójelnevet is. A kérvényen, melynek egy példányát megláttam Dr. Vanich irodájában, kérkedő Briggs úgy szerepel, mint határtalan fantáziával megáldott fiatal írónő. Egy későbbi lábjegyzet, mely a klub egyik megbízottjának aláírásával van ellátva, kiemeli, hogy az írónő prózája gyatra minőségű, és a képzeletbeli utazások, amelyekről beszámol, végből kapottak, amit mi sem igazol jobban, mint hogy a Spencer kapitány kalandjai számos kiadó visszautasította, miatt egy nyomdász bizonyos François Bonnet úr kiadta volna, mégpedig Thomas More, Michael Malcolm More édesapja, Ulysses nagyapja tanácsára. Pérjére hallgatott és kibámult az ablakon, majd váratlanul felnevetett. Na, a kérdés természetesen felvérteges sikert adott. A Spencer kapitány kalandjait egy hónap alatt háromszor is újra nyomták, az olvasók egyszerűen falták. Kirkedő Briggs az klub teljes utagja lett, és még jó néhány éven át folytatta az írást. Maurice Monroe illusztrálta a műveit, és hamarosan megszületett a harmadik, a negyedik, a hatodik, majd a 12. kötet. És mi történt azután? Kérdezte Anita, akit már nagyon fordult a kíváncsiság. Aztán az valami mégis rosszul alakult, folytatta a háznagy, de nem tudnám megmondani, hogy micsoda. Talán közte és a Monroe köztronnak a viszony. Talán nem tudta feldolgozni, hogy a könyvetnek köszönhetően váratlanul szájára kapta a hírnév. Talán volt valami a múltjában, amivel nem tudott elszámolni. Lehetetlen többet megtudni, mivel a londoni látogatásai megritkultak, az idővel és idővel a képzeletbe utazó klubja is bezárt. Amit most elmondtam önöknek, az gyakorlatilag minden, amit erről az együttműködésről tudni lehet. Annyit eltöprengett a hallottakon. Lehetséges, hogy valamivel több, ő is többet tud. A Gönder egyenesen hozzáfordult. Tényleg olyan jók ennek az írónak a könyvei? Az igazat megvalva nem tudom feltalálni. Csak a 14. kötetet olvastam, és nem értettem belőle túl sokat. Kivéve talán azt, hogy ennek a Spencer kapitánnak meglehetősen különös regénysége volt. Milyen értelemben volt különös? A könyv szerint Spencer kikötött egyszer egy szigeten, aminek Jáde sziget volt a neve, és itt kiszabadította a rabságából a majmok királyát. A király hálából megajándékozta őt a halhatatlanságnak láncával, amit anyakában viselt. Nem azt jelenti, mondhatom, hogy ez nem a háznagy. Csak hogy a majmok királya azt is kikötötte, hogy a nyaklánc csupán addig maradt a Spencer-é, amíg ő is vele van, folytatta Anita. A főnökünk beszámolója szerint vágott közben a göndör, még ma is így el a helyzet. Ja, se tintett a szőke. Nagyon úgy tűnik, hogy kimakában majomból sincs hiány.